Három évvel ezelőtt indult meg itt Veresegyházán ebben az üvegházban a paradicsom termesztése. Egy közgazdász miért adja fejét arra, hogy paradicsom termesztéssel fog foglalkozni? Hát maga a paradicsom kiválasztása az tisztán piaci alapú volt. Megvizsgáltam, hogy egy üvegházban mi lenne az a termék, ami rentábilis lenne. Így kerültem a paradicsom közelébe. Az üvegház technológiával kapcsolatban pedig az energiaszektoron keresztül kerültem kapcsolatba. Gyakorlatilag egy véletlen kapcsán egyébként, de mivel termálvízzel működik, ezért volt szakmai kapcsolódásom. Ugye a termékben is specialitásról beszélünk, mert nem commerce paradicsomot termesztenek, hanem úgynevezett szendvics paradicsomokat, szendvics paradicsom fajtákat. Miért pont erre specializálódtak? Azért választottuk ezt, mert ennek a piacát sokkal stabilabbnak gondoltuk, és egyébként az európai fogyasztás a hagyományos paradicsom felől mozdul el a specialitások felé. Tehát ez tisztán kereskedelmi szempont volt, amiért őket választottuk. Ha a termesztés technológiáját nézzük ennek a paradicsomnak, akkor ez merőben eltér a commerce hagyományos paradicsomfajtákétól. Mennyire sikerült ezt megtanuljuk? Hát minden évben fejlődünk, hozzákeltem, ez a harmadik termelési szezonunk. A legnehezebb az, hogy sokkal munkaigényesebb, és sokkal inkább figyelni kell a változásokra, akár az éghajlatra, akár a paradicsom generatív vegetatív állapota közötti változásra. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy most sem mondanám magunkat profinak, egy holland profi kertészethez képest, de azért nagyon-nagyon sokat fejlődtünk. A minőségben viszont verjük a hollandokat, ez annak köszönhető, hogy viszonylag jó klimatikus helyzetben vagyunk, stabilan tudjuk tartani a különböző paramétereket, és ezért egy állandó jó minőséget tudunk hozni. Ez a technológia, amit itt látunk a paradicsomban, az nem annyira elterjedt Magyarországon. Nem azt mondom, hogy nincsen, de nem általános. Mit tud ez a technológia? Ez a hidrokultúrás technológia annyit tesz, hogy a tápanyagot folyadékon keresztül adagoljuk, egy csöpögtető rendszeren keresztül, folyamatosan 35 héten keresztül tudjuk szedni a növényt, tehát szépen felnő a kútra tartó drótra a növény, és minden héten engedünk egy-egy fürdszintnyit. Folyamatosan elemezzük a tápanyag bevitelt és a visszakapott vízből a tápanyag felvételt, ezt egy laboratóriumon keresztül végezzük, és emellett ugye biológiai növényvédelmet használunk, amivel gyakorlatilag vegyszermentesé tudjuk tenni a termesztést. Nagyon magas higiéniás előírások vannak a házban, ez azt jelenti, hogy nem tudunk besétálni csak egy utcai ruhába, be kell öltöznünk, fertőtlenítenünk kell, nagyon hasonló, mint egy kórházi környezet. Tehát nagyon vigyázunk arra, hogy külső kórokozót, vírust, baktériumot ne vigyünk be. A termékeken, amikkel találkozik a fogyasztó, azok ezek az információk rajta vannak? Rajta van a dobozon az, hogy ez egy biológiai növényvédelemmel kezelt termék. A magyar piacon általában nem tudják megkülönböztetni, hogy mi a biotermék, biológiai növényvédelemmel termelt termesztés, vagy integrált növényvédelemmel, vagy vegyszeres kezeléssel, de az a mi dolgunk, kertészek dolga, hogy ezt minél szélesebb körben kommunikáljuk, és elmagyarázzuk, hogy mi a különböző fázisok közötti különbség. Mennyire keresik ezeket a termékeket? El lehet adni ezeket a magyar piacon? Hát a magyar piacon is el lehet adni, és Nyugat-Európában is el lehet adni. Gyakorlatilag 5 évre előre el tudnánk adni ezeket a különlegességeket. Lehet, hogy kéne egy kicsit a kapacitást bővíteni, nem, hogyha ennyire megy a piac? Tervben van, ráadásul egy speciális új üvegházat szeretnénk építeni, ami télen is tud termeszteni, mesterséges megvilágítással, úgyhogy remélhetően jó hírekkel tudunk szolgálni majd hamarosan.